Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. A magazin műsorunk első részében szóltunk már egy nagyecsedi verbunk versenyről, ugye szombaton lesz, azaz holnap. Most egy másik néptánc versenyről lesz szó, de nem csak néptáncolókat várnak erre, hanem kitűnő énekeseket is. Erről is beszélgetek a rendezvény egyik fő-fő szervezőjével, Ugyan Attilával. Szervusz! Szia, üdvözlöm én is a nézőket! A nagyecsedi versennyel eléggé versenghettek, hiszen ugyanazon a napon lesz ez a megmozdulás, csak ugye két másik településen. Ez a verseny Nyíregyházán lesz, pontosan hol, és milyen jellegű versenyre invitálod a nézőket? Így van, hát 18. alkalommal rendezzük már meg itt Nyíregyházán a Vécsei Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenyt, és ez három intézménynek a közös szervezése, és így van, jó régóta együttműködünk már. Ugye a Móricz Zsigmond Általános Iskolának a Vécsei Károly tagintézménye, a Vásárhelyi László Alafokú Művészeti Iskola, illetve jó néhány éve már a Nyírségtánc Egyesület is társrendező ebben a rendezvényben. Ez egy kamara verseny. Azt is mondhatnám talán, hogy egyedülálló Magyarországon, nem sok ilyen van, az biztosan. Amikor 18 évvel ezelőtt Maklár Erika és Bodnár Zoltán kollégáim kitalálták ezt a versenyt, akkor egészen biztos, hogy ez egy egyedi dolog volt, és nagyon népszerű a dolog. Sokan jelentkeznek évről évre, egyre inkább népszerű, kétféle irány van ugye a versenyen, mint ahogy a nevében is benne van, folyik a nap folyamán egy néptáncverseny. Ide 6 fős csoportokat várunk, maximum 6 fős csoportokat várunk, illetve folyik egy népdaléneklési verseny, ahová pedig szólista énekesek szoktak nevezni, illetve ott is maximum 6 fős énekcsoportok. Egyáltalán milyen korosztály jelentkezik erre a versenyre? Ez is nagyon fontos, hogy van-e valami tematizált dolog, hogy csak a fiatalságot szólítjátok meg, vagy éppen az 50-60 éves is nyugodtan jelentkezhet ide? Elsősorban a fiataloké a verseny. Három kategóriánk van, három korcsoportunk van. Az egyik a 3., 4., 5. osztályosok, ők az első korcsoportban versenyeznek, mind a táncban, mind a népdalversenyen. A második korcsoportba tartoznak az 5., illetve a 6., 7., 8. És a középiskolások pedig a 3. korcsoportban. Hol lesz a verseny, és egyáltalán hogyan lehet majd oda bejutni? Gondolok itt arra, hogy én, aki nem néptáncolok, vagy nem énekelek, bejuthatok így a kulisszák mögé megnézni, hogy ki mit csinál a színpadon? Hát nagy szeretettel várunk mindenkit a Vécsei Károly Általános Iskolában. Ott van már felállítva a nagy színpad, és mennek a műsorszámok ugye egymás után, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit oda. Két helyszínen zajlik párhuzamosan az esemény, mert hogy tavaly nagyon egységes volt a mezőny, már olyan szempontból, hogy ugyanannyi néptáncos, mint amennyi népdalos jelentkezett, tehát ez egész magas 100 fölötti jelentkezés van egy ilyen versenyen, és ebben az évben pedig a népdalosok sokkal aktívabbak voltak, mert hogy a néptáncosokból most 33 produkció versenyez, és a népdalosok viszont 66 produkcióval vesznek részt most a versenyen. És azt is el kell, hogy még mondjuk, hogy nagyon sok helyről jönnek már, tehát a 18 év alatt igazából ez a verseny országos szintűvé nőtte ki magát, úgyhogy most már ott járunk, hogy 30 településről érkeznek a versenyre iskolák, és hát ebben az évben, hogyha jól emlékszem, 34 művészeti iskolát fogadunk, és összesen 330 versenyzőt. Pár héttel ezelőtt arról szóltunk itt a Weekendben fiatal táncosokkal együtt, hogy mennyire mozgatja meg a ma fiatalját a tánc, a néptáncra gondolok, hogy te ezt hogy látod, hogy most divat, nem divat, egyáltalán kik azok, akik így megindulnak a hívószóra? Hát én nehezen tudom megítélni, mert az én köreimben csak lelkes fiatal néptáncosok vannak szinte, úgyhogy szerintem megmozgatja őket. Nehéz, tehát ahol az iskolában megismerkednek a gyerekek vele, vagy van a településükön egy olyan lelkes pedagógus, egy olyan régóta működő néptánc csoport, akihez kapcsolódnak, akkor ott sokkal könnyebb azért a helyzet. Ahol már van ennek múltja, ahol vannak olyan szülők, fiatal szülők, akik ebben nőttek fel, azoknál egyértelmű, hogy a gyerek is ebbe az irányba megy, szóval. Tehát ahol létezik ilyen, azoknál azért könnyebb a helyzet. Szerintem
szerintem egyébként sokan táncolnak Magyarországon, nagyon sokan. Tehát rengeteg együttes van, rengeteg kisebb, nagyobb csoport. Még egyszer mondom, hogyha jól vannak irányítva ezek a gyerekek, országos szinten működik, ennek több szervezete, gyerekszövetség is van, felnőtt szövetség, ifjúsági korosztály is ugye nagyon megerősödött. Néhány hete itt jártak nálatok az ifjúsági szólistáink, akikkel szintén itt bemutatták tudásukat, illetve beszélgettek, elmondták az élményeiket az ifjúsági szótánc versenyről. Szóval egy gyermek, ifi és felnőtt vonalon is vannak elég jelentős megmozdulások is, szóval van lehetőség táncolni Magyarországon is. Hát azt is mondhatom bátran, hogy szinte minden településen van erre lehetősége az embereknek. Nem mondtuk, és nem is beszéltük meg, de fontos, hogy ezzel a versennyel kapcsolatosan szinte mindenhol azt látható, hogy további részletek a Lókottő Együttesnek a honlapján, vagy valami ilyesmi. Mi újság van veletek egyáltalán? Tehát, hogyha nem a nyírségről van szó, nem erről a versenyről, hanem ténylegesen a lókötőkről. Hát a Lókötő Tánc Együttes ugye több mint egy évtizede ott működik a Vécsei Károly Általános Iskolában, és ilyen módon házigazdája ennek a versenynek, és természetesen nem csak vendéglátók vagyunk ott, hanem mi magunk is versenyzünk. Köszönjük szépen, jól van Lókötő Tánc Együttes. Olyannyira, hogy mi ugye Grexáni Nagyenikők kolléganőmmel együtt egy jó 9-10 éve kezdtünk el dolgozni ott együtt ebben az iskolában, és hát ez egy nagyon eredményes évtized volt, hiszen fölnőttek a kezünk alatt olyan táncos gyerekek, akikkel egyébként itt találkoztunk a szólótánc verseny döntője kapcsán néhány hete. Felnőttek a kezünk között ezek a gyerekek, és ma már ott járnak, hogy szeptember óta a Nyírségtánc Együttes táncosai lettek 10 az egykori nagy lókötőből, és az együttes pedig természetesen újjáalakult, mert hogy nekünk ez a küldetésünk, tehát most így beteljesítettük a küldetésünket, táncosokat neveltünk a Nyírségtánc Együttes számára, és a létező évek óta már létező kis lókötő táncegyüttesből pedig újabb 14 gyerek csatlakozott a nagyokhoz, úgyhogy most egy, hát azt hiszem olyan 32-34 fővel létezik most a lókötő táncegyüttes. Természetesen most az a dolgunk, most egy-két évig, hogy újjá építsük gyakorlatilag az együttest, ugye kiment az első két sorban a legjobb táncosok, és akkor most ez folyik éppen. Nagy próbatermi munka. Szeretnénk, igen, szeretnénk mindenképpen, hogy ennek a tanévnek a végén is már akár itt a megyei Pulyabálon megmutatkozni az együttessel, illetve hát jövőre majd a tanulmányi versenyen, és aztán újra lesz szólótánc verseny, szóval mindenféle szóló, kamara és csoportos vonalon szeretnénk őket megmutatni. Én köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk általánosságban is a néptánc meg hát erről a versenyről. Önöknek pedig készültünk egy újabb összefoglalóval, hiszen alig 2 hét múlva már nőnap. Most a férfiaknak ajánlunk ajándék ötletet, és hogy még hitelesebb legyen a nőnapra készülődés, ismét egy férfi munkatársunk alkot a kreatív műhelyben. Köszöntöm a nézőket, mai nőnapi blokkunkban a férfiaknak igyekszünk egy kis segítséget nyújtani, hogy mivel lepjék meg szeretteiket március 8-án. A megszokott virágcsokoládé karibikút 3-nagyból most az elsőhöz kapcsolódóan alkotunk majd valamit Veronikával. Sok mindent látok itt az asztalon, de mondjuk induljunk ki innen. Ő jó utat ér egy férfi, és úgy dönt, hogy a kedvenc viszkis pohárára nincs szükség, mit alkothat belőle? Hát ez a viszkis pohár, ez teljesen jó hasonlat, mert hasonlót fogunk, és a férfias dolgot fogunk készíteni, olyat hoztam most neked, Vivi mondta, hogy a következő partnerem a kreatív műhelyben te leszel, vakolni fogunk, mit szólsz hozzá? Vakolás már láttam, sőt, még gyerekként próbálkoztam is vakolás, de a házfala volt, amit vakoltunk, nem pedig egy pohár, de hát megnézzük, hogy akkor... Jó, ebből a... üveg, mécses tartó vagy pohárból kőhatású külső réteget fogunk készíteni, és ebben lehet akkor a virágot majd átadni. Jó? Ezt hadd kérdezem el közben, hogy erre sima felületre, hogy ragad rá a vakolat? Ez egy speciális vakolat lesz, amire el fog ragadni. Elmondom, hogy mi kell hozzá. 3D por. Ez egy, a levegőre, igen, ez egy nem lép reakcióba? Nem lép reakcióba, senkivel is a levegőre sem. Ez pedig egy egyszerű akril festék, amit már Vivivel többször használtunk, és ezt a kettőt fogjuk összekeverni. A festéknek érzed az illetet, igen. Össze fogjuk a kettőt keverni, és ezt fogjuk rákenni. Aztán, hogy még egy picit szebb legyen, nyomdázni fogunk bele különböző mintát, és azt fogjuk megfesteni. Úgyhogy itt előkészítettem, ez nem spatni, hanem spatula. Spatula, fest, vagy festőkésnek is szokták titulálni. És még itt a bekevert, tehát akkor ez gyakorlatilag a festékés. Meg is mutatom neked, keverek még bele egy picit. Jó. Tehát öntünk a
festékből, ebből a fehér, próbálom úgy mutatni, tehát ebből a fehér akril festékből, vízbázisú akril festékből közel, igen, ragyogóan. Felvetted a gipszet, most kevered, össze kell keverni. Mennyi idő alatt meg egyébként, mert mondjuk a gipsszel, aki dolgozik, azt tudom, hogy igen, azzal gyorsan kell dolgozni. Ez nem köt olyan gyorsan, tehát majd szárítanunk kell, vagy szárítani kell, amikor felkentük. És gyakorlatilag addig kell elkeverni, míg nem látszik benne a külön-külön az alkot, hanem egy egységes massza. Hogyha megmutatod, akkor egy ilyen sűrű massza-szerűséget kell kikevernünk. A joghurttól egy kicsit sűrűbb ez a massza, de a vajkrémtől pedig lágyabb. Tehát ezt a hasonlatot tudom mondani neked. Látom. Tehát a joghurttól sűrűbb áll a burak. Tehát egy olyan valami, hogy így látszik, hogy igen, azért lefolyjon le. Igen, nem esik le. Még egy picit rakok bele. Legyen egy kicsit masszívabb. És akkor ezt fogjuk felkenni erre az üveg pohára, viszkis pohára, mint ahogy mondtam. Now when I was a little boy, I'm a man. Mint a vajas kenyeret próbáld meg, amikor jó vastagon megkenjük vajjal, akkor próbáld meg. Azt mondja, ott, ami egy picit feljebb megy, akkor azt húzzuk le, vagy majd letöröljük? Majd letöröljük inkább. Teljesen sima felületet próbálj meg létrehozni. Ez így ilyen felületet szeretnék kérni, és mindenhol egységesen. Jó lesz, oké. Rakjál még rá egy picit az aljára. Igen, és akkor a széleit is fordulj be, és akkor itt be. Még egy picit elégazítjuk. Tehát, hogy az egész üvegfelület eltűnjön. Kérdeztem, hogy mennyi idő alatt költ. Tehát elvileg, ha egy oldal megvan, akkor letesszük, mert nem, száradni, nem? Ezt ha bekentük mind a négy oldalt, akkor elkezdünk nyomdázni bele. Tehát nem várjuk meg, hogy megszáradjon. Csak itt meg kell fognom, hogy ne kelljen. Fordítasz rajta egy picit. Ez egy szilikon nyomda, tehát egy ilyen átlátszó nyomda, amit nagyon, tehát rendes nyomdázásra, nyomdapárnával dekorálásra is lehet használni, akrilfestékkel is lehet használni, de most mi erre fogjuk kipróbálni, hogy hogyan is néz ki. A szilikonnak van egy olyan tulajdonság, úgy, hogy nem ragad, vagy? Igen, be fogjuk vizezni, rugalmas, könnyen ki lehet venni ebből az anyagból. Ugye szilikonnal készítenek különböző cukrászati remekműveket is. Igen. És akkor megmutatom, hogy most csak így berakjuk a vízbe ezt a szilikon nyomdát, egy picit lecsöpögetjük. És akkor nagyon-nagyon óvatosan így ráhelyezed erre a felületre. És nyomni és kell? Nagyon picit finoman. Óvatosan, finoman megnyomkodod. Aha, akkor mutatom így, hogy a kamera is lássa. Egy picit óvatosan még. Hogy a minta meg ne legyen. Jó, nem kell nagyon erősen nyomni, és akkor óvatosan húzd le. Ki kell mosni belőle ezt az anyagot, amit felkentünk, és akkor fordítunk ezen a szilikonon, hogy... Így? Vagy úgy, így, hogy ott is betakarja. Igen, hogy ott betakarja ezt a részt, egy kicsit most csak így. Ezt így mutatom, így. Sem ezt látni. Így, és akkor óvatosan megint nem erősen, nagyon picit belenyomkodod. Tökéletes a finom kezem hozzá. És akkor ezután, hogyha ez megszáradt, egy oliva és egy fekete keveréket fogunk erre egy picit vízbe mártva. Tehát általában az akrilfestéket kevésbé szoktuk vízesen használni, de most ezt úgy fogjuk használni. Ez is vízbázisú akrilfesték. Picit bevizezzük, és akkor így befestjük. Türelemjáték. Igen, ez kifejezetten ilyen nyugtató. Ez a kreatív sport. Igen. Egyébként a sportok közül melyiket kedveled a legjobban riporterként? Gyakorlatilag nincs olyan, amit ne szeretnék, de vannak kedvenceim, ilyen a kosárlabda, a profi box, meg azok a sportágak, amelyek pontosan nem is sportágok, hanem csapatok vagy sportolók, akik olyan dolgokat alkottak, ami maradandó. Fehér akrilfesték. Igen. És ebből csak egy nagyon-nagyon pici kell nekünk. Szivacsecsetre, egy kisebbet adok neked, azzal könnyebb dolgozni, és le kell
Tehát egy picit belemártunk a... Az egészet, az egész felületét, vagy csak? Egy picit az ecsetből, igen, és lehúzzuk. Aha. Mert mi csak át szeretnénk simogatni, nem festeni akarjuk, csak egy pici fehér mosolyog. Nézem, mit csinálsz. Az újabb kihívás. És akkor nagyon szépen ki fogja adni a mintát. Szállítástól még langyos a pohár, de nem vészes. A vízkinek kevésbé jó, de egyébként szerintem készen vagyunk. Akkor odaadom a virágot, és csak ezt most már bele is lehet helyeztük, akkor helyezni. És akkor megmutatom így a tenyeren a téva kamerának, hogy mit alkottunk ma. Nagyon-nagyon. Nőnap tiszteletére Veronika segítségével. Hát akinek tehetséges tetszett, volt, Zsiga, nagyon. Köszönöm szépen. A műsorba is helytált. Próbálja ki, és ez most egy ekkora pohár, de hát aki nagyobban gondolkodik, az nagyobban is csinálja. Vázára is lehet rakni, ilyen órát is lehet készíteni, akár ilyen kőhatású órát is lehet készíteni belőle, aki nagyobban gondolkodik. Március 8-ára ez szerintem egy tökéletes ajándék, és aki úgy gondolja, hogy a mamáját, lányát, vagy a feleségét, barátnőt egy ilyennel szeretné meglepni, tegye, bár az utóbbiaknál, ha mégis egy karibi út mellett dönt, gondolom, nem lesz panasz. Úgyhogy mi a Költségtelevízió stábja nevében mindenkinek kellemes jó napot kívánunk, és Veronikának megköszönöm a segítséget, bízunk hasonló folytatásban, viszontlátásra! Múlt héten a magyarok idegen nyelv tudásáról, vagy éppen nem tudásáról is szó esett. Hát folytatjuk ezt a témát, méghozzá az orosz nyelvet fogjuk egy kicsit önökre erőltetni. Nem tudom, hogy ki az, aki önök közül esetleg tanult az elmúlt években, évtizedekben oroszt, én nem. Viszont a velem szemben ülő hölgyek jócskán tudnak és profin tudnak oroszul. Viraszkó Szilvia és Fábianné Nádudvari Tatjana a vendégem. Szép napot kívánok, szervusz, Szilvike! Szervusz, jó estét kívánok! Hát nem akarjuk erőltetni, éppen ez az, hogy nem akarjuk erőltetni senkire, hanem kedvet szeretnénk csinálni, újra fölébreszteni ezt a kedvet azokban, akik már tanultak oroszt, vagy akik most tanulgatnak, és szeretnék gyakorolni ezt az élő nyelvet. Évekkel ezelőtt ültünk bent a szerkesztőségben, nem titok, hogy Szilvike, nekünk is munkatársunk, és akkor mondja nekem Szilvia, és konkrétan mindenkinek, hogy újraéled, feléled az orosz, és hogy az angol és német után valahogy újabb lendületet kapott ez a dolog, egyre több fiatal keresi meg őt is, az iskolákat is, meg hát minden nyelviskolát is, hogy ő orosz szeretne tanulni. Ez mikor kezdődött el is egyáltalán? Honnan datálódhat? Miért kezdődhetett el ön szerint? Valóban így van. Szerintem most jutottunk el arra a pontra, amikor az a korosztály, akik már a rendszerváltás után nem tanultak oroszul, eljutottak egy olyan, hogy is mondjam, olyan szintre a munkájukban, a tanulásukban, fölmérték, hogy nem szabad lesöpörni az asztalról ezt a nyelvet. És létrejött egy olyan űr, amit talán most lehetne igazából betölteni. Azokkal a gyerekekkel, akik középiskolások és szeretnének megtanulni oroszul, illetve azok a hozzánk hasonló tanárok, akik oroszból átképezték később magukat más idegen nyelvre, már nem foglalkoznak az orosz nyelvvel. Tehát a kettő között van egy nagy űr, és ezt szeretnénk mi valamilyen módon betölteni. És jött az ötlet, ami kiváló, hiszen itt van a fiatalság, aki szeretne angolt tanulni, az idősebb korosztály, aki feleleveníteni az orosz tudását, és ebből jött egy csodaszép gondolat. Egy csodaszép gondolat Moszkvában, mert azért áruljuk el, hogy beszélgettünk az össze, hogy voltunk Moszkvában. Igen. Egy jó kis csapattal a Vasvári Pál gimnáziumból, és Tánya is ugye jött velünk, és az ő kislánya, aki szintén Vasvár is, és ott beszélgettünk erről, hogy csinálni szeretnénk egy ilyen klubot, mégpedig azért, mert nagyon sok helyen Magyarországon már működnek ilyen klubok,
Budapesten például kiválóan működik egy ilyen klub, nagyon szeretik, havonta, három hetente találkoznak, tényleg mindenféle korosztály. Facebookon tartják a kapcsolatot az emberek egyébként, ugye erre is jó ez a közösségi oldal. Működik ilyen klub Szolnokon, Debrecenben, Pécset, és azt mondtuk, hogy Nyíregyházán ne maradjon ki. Orosz nyelvi klub Nyíregyházán. Mikor indul, milyen feltételekkel lehet jelentkezni, hiszen azért az alapítók itt ülnek velem szemben, és hát ön, illetve Szilvike, te tudnád hivatalosan tényleg elmondani, hogy hogyan is fog ez működni, vagy ez is még csak úgy körvonalazódik? Hát még körvonalazódik, igen, de vannak már ötleteink. Március 18-án szeretnénk elkezdeni. Nagyon sok zsúfolt hétvége lesz itt márciusban, és azt mondtuk, hogy ez talán egy olyan alkalom. Először pénteken találkoznánk, tehát március 18-án 17 órakor a Vasvári Pál gimnáziumban, ahol mi helyet kaptunk. Nyilván ez az én munkahelyem, ott igazgatónő megengedte nekünk, hogy az egyik a klubtermünkben ott tudjunk találkozni. Nem kell éppen ezért fizetni, tehát ingyenes lesz az egész rendezvény, csak amit szeretnénk, hogy... Hát azt szeretnénk először is, hogy ez egy nagy család legyen, egy érdekszövetség, igazából az orosz nyelv és kultúra szeretetének szövetsége. És hát ez lenne az alap ötlet, az alap gondolat, és ementén a gondolat mentén indulnánk el a szervezéssel. De ugye nem kell a jelentkezőknek B2-es nyelvvizsga, vagy nem. Valami hasonló? Nem, bár én szívesen levizsgáztatok bárkit. Tényleg van valami feltétel, valami beugró, hogy esetleg oroszul tud-e valaki köszönni, na akkor jöhet be a terembe? Vagy... Köszönni legalább tudjon. Köszönni legalább tudjon, igen. De hogyha ő egyelőre csak hallgatni fog, és félig magyarul, félig oroszul fog beszélni, mi annak is nagyon fogunk örülni, és fogjuk segíteni. Szerintem ott mindnyájan. Több érdeklődő is van már, érdekes módon mindenféle korosztályból, régi kollégák, régi tanítványok, tanítványoknak az ismerősei, akik például egy pilóta fiatalember is már megkeresett, hogy ő is szeretne ebbe a klubba eljárni majd, mert nincs neki alkalma gyakorolni az orosz nyelvet. Tehát nem és úra. Hogyan lesz a gyakorlás, vagy hogyan lesz a társalgás orosz nyelven ebben a klubban, hogy minden találkozót esetleg tematizálni kell, vagy mindenki szabad kezet kap, hogy fog ez működni? Hát én úgy gondolom, hogy ez az első találkozásnak a megbeszélésétől függ, de mi arra gondoltunk a debreceni minta alapján, hogy lenne egy tematika, nem is tematika, hanem minden alkalommal feldobnánk a következő alkalomra egy témaötletet, egy irányt. Ott kiderülne, hogy ki az, aki esetleg szeretne róla egy pár szót külön mondani, és utána hozzá lehet szólni, lehet beszélgetni. Mondhatom, hogy mi az első gondolatom. Természetesen. Tehát szeretnénk először az ünnepekkel foglalkozni, ugye március 8 után leszünk, húsvét előtt leszünk, tehát én úgy gondolom, hogy az orosz húsvéti szokásokról, népszokásokról, főleg a régi orosz népszokásokról nagyon keveset tudunk. Folyamatosan azon jár az agyam, hogyha így tematizálódna maga a klub, akkor a fiataloknak ez akkora erőnyt jelent majd mondjuk egy szóbeli nyelvvizsgára felkészülve, hogy tényleg nem feltétlenül akkor csak az idősebb korosztályt fogja szerintem ez megmozgatni. Én köszönöm szépen, hogy szólhattunk erről a klubról itt a Weekendben. Önöknek pedig készültünk egy bejátszáson, nem Viraszkó Szilvia bejátszásával, hanem Fehér Attila kollégánk készítette a következő anyagot. Klein Éva, Vannak még tanúk 2 című holokauszt túlélők történetei tartalmazó könyvének bemutatóján járt hétfőn. Attila, erről láthatnak összefoglalót most. A holokauszt túlélőit és a történelem egyik legsötétebb időszakának tanúit szólaltatja meg Klein Éva második interjú kötete. A Vannak még tanúk folytatása 14 elbeszélést tartalmaz olyan túlélők emlékeiből, akik közvetlenül vagy közvetve érintettek voltak a magyarországi zsidó holokausztban. Az interjú kötet második részében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kötődésű, de nem csak zsidó származású túlélők emlékei olvashatók. Ez a kötet egy 2,5 évvel ezelőtt megjelent interjú kötetnek a folytatása, a második része. Tehát ez a címe is, hogy Vannak még tanúk, második kötet. Szeptemberben lesz 3 éve, hogy az első kötet bemutatója ugyanitt volt. És a szerző, a Klein Éva folytatta ezt a munkát,
Emlékeim szerint az első kötetben 20 interjú van, ebben 14, tehát ez egyik különbség. Miután terjedelemre ugyanakkor a két könyv, következésképpen egy-egy beszélgető társra nagyobb felület vagy nagyobb terjedelem jut. A másik különbség, hogy ebben megszólalnak olyanok is, akik szemükben nem érintettek, tehát nem tartoznak a zsidósághoz, nem érték meg a holokausztot. Ellenben gyerekkorukból, fiatalkorukból emlékeik vannak, és Éva ezt is fontosnak tartotta megörökíteni vagy rögzíteni. Hozzáteszem úgy is, vagy azt is, hogy az oral history, ez az elbeszélt történelem, ez egyre inkább helyet foglal a történettudomány eszközei között, hogy megszólaltatni azokat, akik még közöttünk élnek, tanulói voltak bizonyos tetején mesélni, jelen esetben a holokausztnak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos küldetést teljesít be ezzel a szerző, hiszen épp az imént emlegettünk, hogy vannak olyan fogalmak, szavak, amelyek nemhogy a unokáinknak, hanem a gyerekeinknek sem mondanak semmit, ami mi úgy gondoljuk, hogy ez evidencia, és kiderül, hogy nem. Ezzel csak azt akarom példázni, hogy felnőnek újabb és újabb generációk, akiket szembesíteni kell azzal, hogy mi történt, tudniuk kell arról, hogy mi történt, hogy még egyszer ne történhessék meg. Az első kötet megjelenését követően úgy gondoltam, hogy nem hagyom abba a tanuknak a felkutatását, a tanuk megszólaltatását, és lehetőségem nyílt pályázni a 70. évforduló alkalmából, ami megalapozta annak a lehetőségét, hogy egy újabb kötet megjelenjen. Ez a kötet annyiban más, mint az első, hogy nem csupán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei túlélőket szólaltatja meg, hanem igyekeztem az ország más részéből is megszólaltatni holokauszt túlélőket. A második kötetben szereplő interjúk közül némelyik már megjelent a Nyíregyházi Zsidóhitközség Sófár újságjában, de vannak olyan interjúk is, amelyek most olvashatók először ebben a könyvben. Hogy miért tartottam szükségesnek? Úgy gondolom, hogy ami a könyvem előszavában szerepel, hogy nagyon keveset tudnak az emberek, és különösen a fiatalok erről a korszakról, erről a szomorú korszakról, illetve arról, hogy Magyarországon, és különösen itt, az ország keleti részében hogyan éltek a zsidó emberek. Ugyanis az ország keleti részében szinte alig maradt túlélő. Ma már pedig azok az emberek, akik még a tradíciókat folytatni tudnák, szinte egyáltalán nincsenek. Ezért tartottam szükségesnek, hogy ahány embert még meg lehet szólaltatni, velük készítsek interjút, és ebben a kötetben összegyűjtsem. Úgy gondolom, hogy az első kötetnek sikere volt, szívesen olvasták az emberek. Hogy harmadik kötet megjelenik-e, abban nem vagyok biztos, de hogy az interjú készítését nem hagyom abba, az biztos. Programajánlóval zárjuk a mai víkendet, sok koncert van, lesz Nyíregyházán, ma este például a Karma Pirén játszik egy belvárosi étteremben szórakozó helyen, holnap este a talpalávaló alternatív country zenét pedig a Nyughatatlan nevezetű formáció biztosítja majd önöknek, holnap reggel a koránkelők sem unatkoznak majd, mert István Bokorban tartanak majd tavaszi madárköszöntőt a környezetvédők, de lesz Macskafé címmel örökbefogadó nap Nyíregyháza egyik adománygyűjtő, közösségi és önkéntes kávézójában is, úgyhogy érdemes elmenni valamelyik programra, semmiképpen se unatkozzanak hétvégén, a viszontlátásra munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.